Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából azonbai származású Csiki Gábor a Magyar Érdemrend Lovak Kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült. A Magyar Állami Operaház énekkarának karigazgatóját már egészen korán megfogta a zene. Nagyon korán történt, és ehhez a helyhez, Zombához köthető. Egészen pontosan a pillanatra nem emlékszem, de biztos vagyok benne, hogy köze volt annak, hogy egyszer elmentünk családilag nyaralni valahova ide a környékre, és ott sétálva egy városon, most nem tudom, melyik volt az a város, egy kirakatban, egy ilyen játékboltnak a kirakatában megláttam egy ilyen picike kis harmonikát, egy ilyen tangóharmonika, de gyereknek való méretű hangszer volt, és én addig álltam ott, és elkezdtem sírni a kirakatban, még anyám, még az összes félretett pénzükön meg nem vették, az volt a legelső hangszerem, még ma is megvan fönn szüleimnél. És azon kezdtem egy picikét gyakorolni magamtól a zene világában, saját fülem után, és akkor utána felvettük a kapcsolatot egy falumbéli zenetanárral, aki itt lakott Zombán, de a Szekszárdi Zeneiskolában tanított, őt Füzi Jánosnak hívják. Tudomásom szerint még ma is tanít a Szekszárdi Zeneiskolában, és először itt a faluban jártam hozzá magánúton zongorát tanulni, akkor már volt saját hangszerem is, szüleim azt is vettek, és akkor utána már hivatalosan a Szekszárdi Zeneiskolában kezdtem el zongorát, meg szólfés zeneelméletet tanulni. A karigazgató pályafutása nem egyenesen a zene irányába vezetett, nem hallgatott akkori zeneiskolai tanáraira, mivel kamaszként a műszaki világ még a zenénél is jobban vonzotta. Én műszaki vonalon indultam el, még a szakközépiskolában volt egy ilyen, hogy Rózsa Ferenc Szekszárdi Műszaki Szakközépiskola, ma már első Béla gimnáziumnak hívják, és oda felvételeztem az általános iskola után általános mechanikai műszerész szakra. De közben folytattam a zeneiskolai tanulmányaimat, és amikor 18 éves lettem, és el kellett dönteni, hogy hova tovább, menjek el dolgozni a műszaki vonalon, például a Szekszárdi műszergyárba, vagy esetleg a zenével foglalkozzam tovább, akkor pont Füzi János volt az, aki meggyőzött, hogy próbáljuk meg a Zeneakadémiát innen a Rózsa Ferencből, és ez sikerült is a karvezetés szakra. És akkor ott 5 éven keresztül karvezetést tanultam, a kórusok vezénylését, betanítását, egyáltalán az egész kórus kultúrát, meg valamennyire énekelni is. És aztán az operaházba kerültem, amikor a Zeneakadémiával végeztem, de nem karnagyként, hanem énekesként. Tehát a kórus tagja voltam 20 éven keresztül, emellett számtalan közép- és főszerepet is elénekelhettem az operaházban vagy az Erkel Színházban. De közben az énekesi pályám alatt azért a színház időnként használta a karnagyi képzettségemet is, tehát a kórussal is foglalkoztam, nem csak kórus tagként, hanem karnagyként is bizonyos szólamok betanításában, szólam vezetőként. És aztán erre a karnagyi pályára való visszakerülés, ez egészen pontosan 2017-ben következett be, amikor volt egy szerencsés találkozás a vezetőség elképzeléseivel, meg a saját elképzelésem a továbbiakkal kapcsolatban befejeztem az éneklést, azt mondtam, hogy nekem 20 év után ennyi elég volt az éneklésből, és visszatérnék az eredeti szakmámhoz, és akkor kijöttem az énekkarból, és karnagya lettem az operaház énekkarának. Ez egy olyan fél évig tartó időszak volt, és utána adódott a lehetőség, hogy a kórusnak a vezetője legyek karigazgatóként 2018. januárjától. Gábor életében a zene 8 éves kora óta kiemelkedő helyen szerepel. Egy kórust irányítani, tehát azt tudni kell, hogy az operaház énekkara 160 tagú. Azért Magyarország legnagyobb létszámú professzionális énekkara. Erre szükség is van, mert egészen a mostani időponti 2 vagy 3 színházban folyamatosan játszottunk, tehát kell is ennyi ember. Ez rengeteg produkciót jelent. Ennek a 160 embernek és ennek a sok-sok színházi produkciónak a koordinálása elsősorban jelentős adminisztratív, szervezési feladat, reggeltől estig jár az eszem, és nagyon nagy felelősség is, mert gyakorlatilag amihez a kórusnak köze van, ahhoz nekem is köze van. Közön van, egészen most mondok egy banális példát, tehát a cipőméretek, vagy az, hogy ki milyen jelmezt hordjon, vagy egy adott produkcióban kire milyen jelmez kerüljön, az mind az én hatásköröm, nekem kell kitalálni a próbatervet, az, hogy mikor, ki melyik produkcióban van. Ez egy folyamatos előre gondolkodás, napi szintű szervező munka. Akár egy hetes távlatban, akár fél éves, egy éves, vagy akár 2 éves távlatban, és az operaház nagyon előre tervezi a műsorát. Ez az, hogy mondjam, a menedzseri feladatok.
teszi ki. A másik része a zenei, kóruspróbák tartása, a produkcióknak a felkészítése, a tanulási folyamatok elősegítése, hiszen operában ugye fejből kell megtanulni a darabokat. Ez is egy hosszú távú előre tervezést feltételez, mikor melyik darabot próbáljuk, melyik énekkarra, illetve az énekarnak melyik csoportjával. Tehát ez egy nagyon összetett feladat, és hogy ebben hogyan illeszkedik bele a zene. Hát bármennyire is, ahogy említettem, műszaki területről indultam, a zene gyakorlatilag 8 éves koromtól meghatározó része az életemnek. A zenének elég sok területén foglalkoztam, jazzzel és könnyűzenével, ahogy mondtam, operaénekléssel, klasszikus zenével, szimfonikus zenével, mindennel. Ennek gyakorlatilag egyik eleme sem hullott ki az elmúlt 25 évben. Nem tudom, hogy meg tudnék-e lenni zene nélkül, amellett, hogy ugye a zenével foglalkozom, tehát csinálom a zenét, fogyasztom is, fogyasztója is vagyok a zenének, de tényleg mindenevő vagyok ebből a tekintetben. A karigazgató nem is gondolta, hogy eddigi munkája érdemessé teheti a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésre. Meglepetés volt. Tehát a minisztérium értesített, de én nem számítottam arra, hogy ilyen szinten egyáltalán a minisztériumnak, az országunk legfelső vezetésének rálátása van arra, hogy a országunk kulturális életében kik azok, akik tevékenykednek és milyen munkát végeznek. Meglepetés volt, nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem. Elsősorban azért, mert magán a díjátadó ünnepségen szembesültem azzal, hogy kik azok, akik ezt a díjat kapják. Nagyon sokan tanárok, egyetemi tanárok, egyetemi adjunktusok, kutatók, tudósok, tömkelege, olyan emberek, akikről nem feltétlenül tud a hazai közvélemény, de az ott elhangzottak alapján megállapítható, hogy a maguk kutatási területén elképesztő tudásra tettek szert, és nagyon nagy haladást értek el azon a szakterületen. Én nem tudom, hogy ehhez méltó vagyok-e. Bizonyára, akik ezt a díjat megítélték, azok úgy gondolták, hogy az Operaház énekkarának fejlődésére, vagy egyáltalán a köztudatba helyezésére én tettem valamit az elmúlt 5 évben, ami nem egy nagy idő. Operaházi viszonylatban 20-25 év alatt szoktak ilyen folyamatok úgy beérni, vagy legalábbis 10 év alatt. Én nem tudom, hogy 5 év alatt ez sikerült-e. Hogyha így gondolják ezt a döntéshozók, akkor ez nagyon megtisztelő számomra. A Vízvilágnapja alkalmából több programot is szervezett a Bonyhádi Hölcsegi Múzeum. 1994 óta tartják nyilván ezt a napot nemzetközi szinten. Tavaly már hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került egy környezetkutató vendégszereplésével, meg akkor is kézműves programokkal vártuk a kicsiket. Ugyanezt szerettük volna folytatni az idei évben is. Most még több osztálya látogatott el hozzánk a közeli általános iskolába, és több kutató érkezik hozzánk szakmai előadással. Próbáltunk aktualitásokra koncentrálni. A legjobb az, hogy az idei évben, illetve az elmúlt nyáron azért elég szélsőségesen alakultak az időjárás körülményei, úgyhogy az első előadónk erről fog egy kicsi ízelítőt adni, hogy ők kutatóként hogyan látják az elmúlt nyarat. A második előadónk pedig helyi, úgy értve, hogy Bonyhádhoz kötődik, de Szekszárdon élő környezetkutatónak nevezte meg, amit azt mondta, hogy ilyen még soha nem volt vizitakatanára a Garai Gimnáziumban, Erblinger Ferenc, úgyhogy ő hát a fotósorozataival és a saját kutatásaival fog a foggazdálkodásról beszélni. Szeretnénk tovább folytatni ezeket a tudománynépszerűsítő előadásokat, és a természettudományos tematikát is követjük, nem csak a régészethez, a történetiséghez, vagy a néprajzhoz kapcsolódó rendezvényekre helyezzük a fókusz, hanem most egy kicsit a természettudományra is, hogy következik a Földnapja is majd április végén. A Vízvilágnapja alkalmából szervezett rendezvényen résztvevők választ kaphattak a következő kérdésre. Előfordulhat, hogy a 2022-es volt hátralévő életünk leghűvösebb nyara. Ezt a címet adta a PTF Földrajzi és Földtudományi Intézet egyetemi docense előadásának. Trendet nézzük, hogy hogyan változik, vagy hogyan emelkedik a hőmérséklet, akkor ez mindenképpen rossz hír, ugye főleg a
akik a meleget nem kedvelik, vagy nem nagyon bírják, hogy azoknak mindenképpen rossz hír, majd itt az előadásban szerepelni fog egy-két adat, és ugye ami még rosszabb hír, hogy ez a felmelegedési ütem, ugye az egyre gyorsuló, tehát lehetséges, hogy a cím, ugye amit az előadás cím az, végül is igaz lesz hosszú távon sajnos. Konkrét mérésadatok azok egyszerűek, ugye azok csak hőmérsékletmérések, ami ugye itt szerepel, de nyilván, hogy itt azért a dolog az sokkal komplexebb, tehát hogyha itt a víz világnapja kapcsán, ugye a víz mérlegről beszélünk, ugye akkor nagy valószínűséggel, ugye hát negatívabb vízmérleg lesz, ugye ami Magyarország szempontjából nem túl jó hír, mert így is ugye elég szárazak vagyunk, illetve ugye a szélsőséges események, tehát a túl sok víz, vagy a túl kevés víz, ugye tehát mondjuk az aszály ugye egyre gyakoribbá válhat. Tankönyveket nézzük, ugye akkor Magyarországnak az, ugye az átlag hőmérséklet az olyan 10-11 fok. Ugye ezt írják a földrajzkönyvekbe, hogyha megnézzük az utóbbi, ugye mondjuk 10 vagy 11 nány évnek a hőmérsékleti értékét, mert az éves átlag hőmérsékleteket, akkor ugye ezek már jóval magasabbak, tehát ugye vannak már 13 fok fölötti értékek is. Rengeteg dolgot tehetünk, akár mi magunk is, hogy csökkentsük saját és közösségünk környezetterhelését. Például ebből lekapcsoljuk a villanyt, nem megyünk többet autóval, illetve ezt a sok széndioxidot valahogy megpróbáljuk megkötni a légkörből, vagy pedig csökkentjük valahogyan a földre bejutó napsugárzást, tehát például tükröket telepítünk ki a világűrbe, és azok ugye visszaverik a napsugárzás egy részét. Egyáltalán nem veszük komolyan, tehát mindenki ugye csak a mának él, és az életemben úgysem fog ilyen történni. Felkiáltással az egészet félre söpörjük, és a gazdasági és kényelmi érdekeink azok sokkal fontosabb, mint a hosszabb távon való gondolkodás. Fontosak az olyan kezdeményezések, amelyeknek köszönhetően nagyobb hangsúlyt kapnak azok a problémák, amelyekről igyekszünk nem tudomást venni. Ezek a világnapok arra alkalmasak, hogy felhívják a figyelmet, hogy fölrázzák az embert. Főleg, hogyha olyan előadások, olyan filmeket tudunk megnézni, olyan diskurzusok vannak, amelyek tényleg olyan erővel bírnak, hogy hoppá, ledöbbentenek bennünket, hogy oké, elmegyünk mellette minden nap, most már belesimul abba a sok katasztrófába, amit hallunk, akár társadalmi vagy természeti szempontból, csak egy pillanatra megállunk, hogy jaj, tényleg, igaz, ez így van, erre figyelnünk kell. Az a helyzet, hogy a víz ugye az élet alapfeltétele nélkül nem tudunk létezni, ez a mai napig így van, és bizony nagyon vigyázni kell a vizekre, vizeinkre, ugye a mindennapi létfeltételünkhöz, mint ahogyan a gazdaságunk üzemeltetéséhez is kell a víz. Ennek vannak aktualitásai is, illetve folyamatosan vannak aktualitásai. Ráadásul, ha azt mondjuk, hogy környezet és természetvédelem, szinte mindenki azon asszociál magára a vízre is, nem hiába, hiszen a vizeink védelme nagyon fontos. Úgy a lakosság szempontjából, mint ahogyan az ipar szempontjából is, ahogyan mondtam. Ráadásul ugye a vizeinkben olyan változás van, amely eléggé kedvezőtlen. Itt nem csak a szennyezésre gondolok, illetve konkrétan a szennyezésre gondolok, de itt nem csak a tavak, a folyóvizek, a csatornák, a mesterséges vizekre, hanem akár az óceánokra is gondolhatunk, hiszen az óceánok elszennyezése úgy hulladékkal, mint mikroműanyaggal, ugye ezek most a legfontosabbak és talán a leghangzatosabbak, bizony ráirányítja arra figyelmet, hogy minden globális, ahogyan ez a környezetszennyezés és a vízvédelmének is globálisnak kell lennie ahhoz, hogy egyáltalán túléljünk. Nagybőjt 5. vasárnapján került sor az Aparhanton, Lengyelen, Kisvejkén, Nagyvejkén és Mucsfán szolgálatot teljesítő plébános beiktatására. Az aparhanti Szent Bertalan katolikus templom megtelt hívekkel, ahol az ünnepi szentmisét Felföldi László megyés püspök celebrálta. A beiktatásnak hagyományai vannak, hangsúlyozta a Pécsi Egyházmegye főpásztora. Katolikus egyházban ennek van egy ősi hagyománya, és ezt szeretném újra a közösség a papok életében
úgy mondanám, hogy élővé tenni, hogy találjunk benne. Két nagyon fontos része van, az egyik a papi ígéreteknek a megújítása, azaz, hogy mindig, amikor újra kezdünk, akkor valahol az alapokat újítjuk meg, tehát hogyan indultam, mit gondoltam, akkor mit éreztem, és akkor ebben ez, hiszem, hogy az ő szívükben is újjászületik. A másik pedig, amelyik a közösség irányában szolgál, hogy szolgálni fogom a hit alapokon ezt a közösséget, és jelen leszek, és ez egy nagyon fontos, nagyon felelős feladat, sőt most még nehezebb, mint bármikor. Mindig volt valamilyen formája, volt, amikor az új plébánosok együtt tettek a püspökségen esküt, és együtt kapták a kinevezést. Én fontosabbnak tartom, hogy a hívek jelenlétében, a hívek közösségében történjen, hisz őket fogja szolgálni, és hogy lássák, hogy pontosan mi is van itt háttérben, meg én magam is bevallom, hogy szeretek, örülök annak, ha találkozhatok a hívekkel, és nekem ez fontos. Az ünnepi szentmisén a megyés püspök rávilágított, milyen fontos lenne, ha a rohanó hétköznapok után vasárnaponként megállnánk, és igazi ünnepként élnénk meg a munkaszüneti napot. Ahogy aludnunk kell, ennünk kell, a méltóságunkhoz az ünnep is hozzátartozik. És egy olyan korba jutottunk, amikor ezt elveszítettük. Nagyon sokan elveszítették. De nem is tudjuk fölmérni, hogy milyen súlyos következményei vannak ennek. Tehát, hogy nem csak egyszerűen, hogy nincs ünnepünk, hanem hogy ez pszichésen, közösségileg, kapcsolati világunkban. Hisz hol kapcsolódunk a legjobban? Az ünnepi asztalnál. Az ünnepeken. Amik mindig is átjárták a társadalmat, átjárták a családok életét. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy szép, igazi, találkozós, közösségi, egymásra figyelő, szeretetet megerősítő ünnepeink legyenek. Itt ezen a területen egy különleges új útnak is el kell kezdődni, hisz nagyon sok településünk van, ahová nem fognak tudni eljutni, hisz a papok létszáma csökken, de ettől független meg kell tanulnunk, minden közösségnek meg kell tanulni, ünnepelni együtt. Maga, ahogy a család tud, ahogy a falu tud, úgy nekünk is meg kell tanulni, ünnepelni. A másik nagyon fontos része, hogy ebben lássuk azt, hogy egy nagy közösséghez tartozunk, egy katolikus egyházhoz, ezért lesz több ilyen úgynevezett központi ünnep is, hogy ott lehessünk. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon fontosnak és lényegesnek tartom. A beiktató szentmisén részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és azon települések polgármestere is, ahol szolgálatot teljesít a jövőben az új plébános. A helyi és környékbeli hívek megtöltötték az aparanti templomot, ahova hazajött az áthelyezett Zsolt atya. Nemrég február 1-jével kerültem ide, szülőfalumba kerültem vissza. Ez egy érdekes meglepetés volt számomra is, ugye mivel, hogy veszélyessé vált az épület, ezért az elődöm ugye nem lakhatott már a plébánián, és a püspök atya azt kérte, hogy mivel, hogy van hol laknom, ezért vállaljam el az aparhanti plébános szerepét. Amikor idejöttem, köszöntöttem a testvéreket, és mondtam, hogy hazajöttem, de nem úgy, mint Zsoltika, hanem Zsolt atya. Ebből kifolyólag ugye most másként vagyok itt, mint azelőtt. Az egyházmegye pappá szentelt, és azt a küldetést adta, hogy most elsősorban azért legyek itt, hogy a szentségeket kiszolgáljam, és egy közösséget, egy hívő közösséget szolgáljak, mint pap. A fiatal generáció megszólítására az előző plébános is nagy hangsúlyt fektetett, ezt viszi tovább a most beiktatott plébános is. Hogyan lehet megszólítani őket, azt úgy gondolom, hogy mindig az adott lehetőségek adják, az adott helyzetek is adják. Én nagyon örülök, hogy van felkészítés elsáldozásra, bélmálkozásra, amit az atya végzett, és én átvettem. Egyrészt onnan indul el, másrészt pedig majd azért szeretnék részt venni nem csak a liturgikus ünneplésekben, hanem a mindennapjaikban is a
a testvéreknek, gyerekeknek. Ez szerintem majd alakulni fog. Felföldi László megyés püspök azt kérte, hogy a helyiek támogassák a plébános munkáját, hiszen a katolikus közösség is egy család, amelynek rendíthetetlen szeretete és támogatása kétségtelenül nagy szerepet játszik Zsolt atya egyházi útjának alakításában. Lengyelen összehangoltan zajlott a munka az egész települést megmozgató disznóvágáson. Közösen elevenítették meg azt a magyar falusi népszokást, amely talán a legtöbb embert megmozgató esemény volt régen egy-egy közösségben. A disznótor alkalmával most közösen dolgozták fel a sertést, ahol mindenki tudta a feladatát. Az önkormányzat arra törekszik, hogy éltessék a hagyományokat. Ez nekünk még csak második. Tavaly kezdtük el ezt a hagyományt, így kívánatra úgymond, hogy egyre több helyen voltak már, meg lehetett hallani, és akkor felvetődött a falu lakosságába, hogy meg az önkormányzatba, hogy a testületbe, hogy mi lenne, mi is megpróbálnánk. Tavaly volt az első. Hát, amint látszik, olyan jól sikerült, hogy az idejében már követelték, hogy legyen ismét még egy. Egy nagyon jó dolog, nagyon összehozza az embereket, nagyon jól érzik magukat, és abba is ugye egy jó szempont, hogy visszük tovább a hagyományokat. Tehát sajnos már egyre kevesebb helyen van már otthon is a disznóvágás, nem sokan csinálják, inkább megveszik már készen, és azért az ősök hagyományát így tovább tudjuk vinni. A jövőben még, ami én még szeretnék elérni, hogy még több fiatalt bevonni, hogy legyen kinek átadni ezeket a hagyományokat, mert lassan azért kopik az a nép, az a népcsoport, az a korcsoport, akik tudják még az igazi hagyományokat, és nagyon jó volna, ha ez menne tovább is, mert szerintem lesz még jövője. Reggel elhozzuk az élő disznót, és minden itt folytik, tehát a szúrástól kezdve, este a vacsoráig, a sertés feldolgozott termékének az elfogyasztásaig, tehát minden itt folyik, a falusiak vesznek részt benne, és este természetesen a vacsora, akkor derül ki, hogy milyen is volt a munkánk. Én már a tavalyi évben az elsőn meglepődtem, hogy kicsit tartottam tőle, mégis az első hogy lesz, hát fantasztikus, hogy az emberek hozzáállnak, mert ha valaki csak félrelépett meginni egy kávét, már valaki a helyébe lépett, és már vágta tovább a húst, vagy darálta. Mivel egyre kevesebb a támogatás, meg minden, tehát a mai nap is teljes mértékben a adományokból. Falu adta össze, a német önkormányzattól kaptunk még egy kis segítséget, sajnos a nagy önkormányzat nem tud hozzátenni, de amint látni, működik így is. Tehát ha az embereknek igénye van az ilyen rendezvényekre, és hetekkel már ezelőtt már alig várták, hogy tényleg legyen, mert összejövünk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, és mégis megy a munka. A szokásokhoz híven a férfiakra hárult a sertés szétszedése és feldolgozása, ami jó hangulatban telt. A töltelékek fűszerezését illetően a jó bevált receptekhez nyúltak Lengyelen. Mindenkinek van saját receptje, és az alapján van a bekeverve. Általában a só az 20-25 deka között, és a paprika is 20-25 deka között. 5-6 deka fokhagymával, és 10 kilóra vonatkozik, és 2-3 deka borssal. Hát ahhoz képest, hogy 7-8-kor kezdünk és már töltünk, ahhoz képest jól megy. Összetartó szerepe van neki, és sokan vagyunk. Tehát a lengyel viszonylatában merem mondani, hogy sokan vagyunk. Mert itt a nép egy picit széthúz, tehát ebben a faluban nincsen nagyon nagy összetartás, de ilyenkor azért nagyja. De az a pláne probléma benne, hogy általában mindig ugyanazok vannak ott. Tehát új arcokat nem nagyon látunk. Új arcok azért voltak az idei rendezvényen, a helyi mezőgazdasági iskola igazgatója elfogadta az önkormányzat meghívását, ő először vett részt disznóvágáson. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, főleg azért, mert van egy ilyen szakmánk is, hogy kistermelő, élelmiszer előállító, és volt már olyan év, hogy mi is szerveztünk a gyerekeknek disznóvágást. A tavalyi évben is igyekeztem volna eljönni, csak kicsit későn szóltak, de most megígértem polgármester úrnak, hogy mindenképpen itt leszek, és nagyon jól érzem magam. Első disznóvágásom, úgyhogy főleg megfigyelek, de most megbíztak egy kis feladattal is, úgyhogy igyekszem besegíteni, amiben lehet.
Ahogy az ilyen események alkalmával illik, lengyelen is korán kezdődött a munka. A sertés hagyományos levágását követte a hús feldolgozása, majd jöhetett a disznótoros hurka, kolbász, töltött káposzta készítése, ami az eseményt záró vacsorán került feltállalásra, a bált megelőzően. A menő összeállítása alkalmával helyet kaptak a különböző népcsoportok receptjei. Megpróbáltunk úgy alakítani az étkeztetést, hogy a székely hagyományoknak megfelelően és a sváb hagyománynak megfelelően, tehát ott a levélbe töltik a káposztát, ez pedig egy savanyú káposztával elkészített gombóc. Igazából az összetevők majdnem ugyanazok, mint a másiknál, egy kicsit a fűszerezése annyival, hogy abba csombor és sok kapor van, ebbe pedig inkább a kapora jellemző. Itt most ebben a két edényben 247 darab gombóc van, és körülbelül annyi káposzta is lesz majd a másikba megtöltve, és akkor a vacsoránál lehet választani, hogy vagy két gombóc, vagy egy gombóc és egy leveles. Régen nem tudott eltelni úgy tél, hogy ne lett volna, akár 3-4 disznót is vágtak, aztán volt egy időszak, amikor elmaradt, és most ennek azt hiszem, hogy megint van hagyománya. Ha nem is úgy, hogy otthon tartanak disznót, hanem inkább megveszik üzletbe a darált húst, a hozzávalókat, és akkor azért otthon töltenek, főleg kolbász, szalámit, hurkát. Tehát azért igyekszik mindenki. És most már azt is látom, és nagyon örülök neki, hogy kezdik visszahozni ezeket. Tehát egyre több vetemény, egyre több háziállat, tyúk, baromfi, és még sertés is azért, hogy ne adalékanyagos élelmiszert fogyasszon. A lengyeliek összehangolt munkájának köszönhetően 130 adag étel került a vacsora asztalra, és a mélyhűtőbe is jutott hús a későbbi egész falut megmozgató rendezvényekhez.